Szeptember 20-ától lehet jelentkezni a Szülőföldön Magyarul program keretében nyújtott oktatási, nevelési, illetve hallgatói támogatásra. A kérelmek benyújtási határideje október 20-a. Az előző tanévben több mint 220 ezeren részesültek támogatásban. A Szülőföldön Magyarul program keretében az előző évekhez hasonlóan nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszközök támogatására pályázhatnak azok a romániai gyerekek és fiatalok, akik magyar nyelvű oktatásban vesznek részt. Azok viszont, akik a 2021-2022-es tanévben több mint 100 hiányzást halmoztak fel, nem jogosultak a támogatásra. További feltétel, hogy akkreditált tanintézetbe járjanak, de sérült vagy halmozottan sérült kiskorúak esetében azok jelentkezését is várják, akik nem akkreditált oktatási intézményben folytattak magyar nyelvű tanulmányokat. Ali Kovács Ferenci Noémi, a Szülőföldön Magyarul program Erdély koordinátora elmondta, hogy így akarják arra ösztönözni a szülőket, hogy gyermekeiket magyar nyelvű oktatási intézményekbe irassák. A Szülőföldön Magyarul program a romániai magyar oktatást támogatja, tehát arra biztatja ugye a szülőket, hogy inkább magyar oktatásba irassák a gyerekeket, mert hogy ez az oktatás forma van támogatva ezzel az ösztöndíjától. Mivel az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a pályázók dokumentációja sok esetben hiányos, ezért idén is lesz lehetőség pótlásra, amire 15 nap áll a pályázók rendelkezésére. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség. A kitöltendő adatlapok beszerezhetők a gyerekek által látogatott oktatási intézetekben, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége területi oktatási központjainak irodáiban, továbbá az RMDS megyei területi körzeti képviselőinél. Az igénylők 2023 nyarán kaphatják meg a támogatást.